Múlt héten Zolival összebeszéltünk és megmásztuk a löpuszt. Figyelem, hogyha nem vagy gyakorlott túrázó és nem ismered a helyet, akkor mindenképpen konzultálj egy helyi túravezetővel. A löpuszra két irányból lehet feljutni, az egyik Port Louis, a másik Moka. Mi Mokát választottuk, mert az a könnyebb, de ez nem azt jelenti, hogy easy peasy kis délutáni séta. Amint elhagyod a parkolót és odaérsz a hegy lábához, azonnal kezdődik a kőkemény lábnap, és megkezdődik az emelkedés. Mi a túra alatt nem mentünk fel a csúcsra, az utolsó 70 métert körülbelül kihagytuk, de így is 366 méter emelkedést kellett leküzdenünk, körülbelül 1,5-2 kilométer alatt. Amíg a fennsíkig nem ér fel az ember, folyamatosan emelkedés, és igazán lábgyilkos. Mikor az emelkedés közben megáll az ember, csodálatos panorámakép nyílik a szeme elé. Port Louis gyönyörű felülről. A fennsíkon és különösen a hegycsúcson nagyon sok makák majomja. A csúcsra sajnos idő hiányában mi nem jutottunk fel, ezt legközelebb pótoljuk, amint az időjárás engedi. A löpusszal vigyázni kell, hogyha nedves az idő, mert folyamatosan egy vízmosás mellett sétálsz, így nedves időben veszélyes lehet. A fennsíkról csodálatos a látvány, a legészakibb ponttól a legdélibb pontig látod a szigetet. A fennsík elérése körülbelül 1 óra volt nekünk, ott eltöltöttünk fél órát, majd fél óra volt a leereszkedés.